Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Még nem kérték a központi fűtést, hiába a hűvös időjárás, kivárnak az emberek. Sokszorosára nőtt az önkormányzatok költsége, van, ahol intézményeket zárnak be. Ösztöndíjpályázat idén is támogatja a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét Paks. Kilométereket fut, a dániai Európa-bajnokságot is megjárta a Tolna megyei rendőr. Beköszöntött az őszies időjárás. Szekszárdon ennek ellenére még nem kérték a társasházakban lakók a központi fűtés beindítását. A távhőszolgáltató cég vezetője azt kéri a helyiektől, próbáljanak meg takarékoskodni a meleggel. Október 15-én kezdődik el a törvényben rögzített fűtési időszak, de akár már most is kérhetik a társasházak közös képviselői, hogy a szolgáltatók indítsák be a központi fűtést. A legtöbb helyen viszont erre még nem került sor. A cég idén több mint háromszor annyiért tudott gázt beszerezni, mint a korábbi években. Elég magas áron ütötték le az árat. Az azt jelenti, hogy a közületeket ez mindenképpen fogja érinteni. Még nem jöttek meg a pontos értékek, ahogy megjönnek, mi minden közületet értesíteni fogunk az áremelésről, ez a lakosságot nem érinti. A központi fűtést a város egész területén akkor indítja el automatikusan a szolgáltató, ha egy nap alatt az átlag hőmérséklet 10 Celsius fok alá süllyed, vagy ha legalább két napon keresztül nem éri el a 12 fokot. A cég idén a korábbinál sokkal drágábban vette a gázt, ezért, bár árat a lakossági fogyasztóik terhére nem emelhetnek, azt kérik a szekszárdiaktól, hogyha tehetik, takarékoskodjanak. Szekszárdon már hosszú ideje mérté szabályzott a távfűtés. Az azt jelenti, hogy minden lakásban vannak radiátorszerepek, tárlózatikus radiátorszerepek, ezek működnek, tehát nyilván, ha valaki akar spórolni, az megteheti. A lakosoknak érdemes már most maximális állásra csavarniuk a radiátorokat, ez ugyanis nagyban megkönnyíti a rendszer beindítását majd. Magyarország történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, melynek keretében 1,5 millió menekültet fogadott Ukrajnából, illetve egyebek mellett kész egy iskola és egy orvosi rendelő újjáépítésére Kijev régiójában, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban. A külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ idei közgyűlésének keretében tartott Ukrajna újjáépítéséről szóló donorkonferencián aláhúzta, hogy szeptember elején több mint 4000 ukrán gyerek kezdte meg az óvodát vagy az iskolát Magyarországon, mintegy 1250 intézményben, és az illetékesek mindent megtesznek a nyelvi akadályok leküzdése érdekében. Újjáépítünk Kijev megyében egy súlyos veszteségeket szenvedett iskolát, ahova 300 gyermek jár, ez egy több mint 4000 négyzetméteres iskola, még a 70-es évek végén építették, most ez részben lerombolódott. Ezt az iskolát mi újjáépítjük, mint ahogyan újjáépítünk egy orvosi rendelőt, egy egészségügyi ellátóhelyet szintén Kijev megyében. Emellett pedig 1000 államilag finanszírozott ösztöndíjat biztosítunk ukrán fiataloknak magyarországi egyetemeken, olyan ukrán hallgatóknak, akik nem tudják folytatni a tanulmányaikat ott Ukrajnában, hiszen a felsőoktatási rendszer sem tud teljes egészében működni. Bár az egész világ az orosz-ukrán háborúra figyel, nem múlt el az illegális migráció veszélye, sőt, erősödött is, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a biztonság minden magyar ember számára fontos, és a magyarok már többször is kinyilvánították, hogy az illegális migrációban veszélyt látnak. Az államtitkár hozzátette, idén Magyarország déli határánál eddig 178 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg. Ez tavaly az első év 9 hónapjában 73 ezer volt, egész évben pedig 122 ezer. Éppen ezért indokolt, hogy ne csak a magyar határnál, hanem már előbb az illegális migráció balkáni útvonalán Észak-Macedóniában is lépéseket tegyenek az illegális migráció megállítására, mondta.
A jelenlegi kihívásokkal teli korszakban a pénzügyi tudatosságnak fokozott jelentősége van, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Megjegyezte, hogy a háború hatásaival szemben a kormány fontos eszközökkel lép fel, így például az ársapkával, a hitelmoratóriummal és a rezsicsökkentéssel. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a kérdésekben nem csak a kormányzatnak, hanem az állampolgároknak is felelősségteljesen kell dönteniük. Nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, ugyanis a kormány határozata alapján július 1-től csak versenypiaci áron tudnak ezentúl földgázt és villamos energiát venni. Van olyan település, ahol minimum a négyszeresére emelkedtek a költségek, de valahol még ennél is többet kell majd fizetni az energiáért. A Tolna megyei Kétyen egyelőre takarékos megoldásokkal készülnek fel a téli időszakra. Ezek a radiátorok most még nem adnak meleget, de nem sokára mindenhol elindul a fűtési szezon, ami komoly feltörést okoz majd nem csak a lakosság, hanem a települések vezetői számára is. Ugyanis a kormány döntése értelmében az önkormányzatok ezentúl csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát venni. Kétyen a kultúrház, az orvosi rendelő, a régi tűzoltó szertár, az óvoda és az önkormányzat épületében is földgázzal fűtenek. Na most az óvoda gáz szerződése alapján, az óvoda a gázszerződés alapján a következő évnek egy részéig még biztonságban van, viszont a másik négy helyen eddig egyetemes szolgáltatásban voltunk, és most átkerültünk a versenypiaciba, és a kormányzat megadta azt a lehetőséget ezen fogyasztási helyekre, hogy egy úgynevezett végső menedékes státuszba kerülünk. Ami azt jelenti, hogy ennek a státusznak fix díja van, most ezen az áron kapja az önkormányzat a földgázt, ami jelen pillanatban még lényegesen olcsóbb, mint a versenypiaci ár, bár így is a 4,5-szeresét fizetik, mint korábban. Most azokat az intézkedéseket próbáljuk meghozni, illetve úgy próbálunk spórolni az óvodába, hogy azokat a termeket, amiket igazából nem kell használni, azokat nem használjuk. Különféle, amit eddig nem kellett, hogy most egyik teremben 4-esen van a radiátor, a másikon 5-ösön vagy 2-esen, azokra erre most sokkal jobban odafigyelünk. Több településen felmerült bizonyos nem létfontosságú épületek, mint például könyvtárak, sportcsarnokok, művelődési házak bezárása a fűtési időszakra, hogy így spóroljanak az energiadíjakkal. Kétyen egyelőre nincs ilyenről szó, ami ki tudják gazdálkodni, addig minden intézmény zavartalanul működik tovább. Már az iskola alsó tagozatán fel lehet hívni a gyerekek figyelmét a baleset megelőzésre, ezért fontos része a nemzeti alaptantervnek és az iskolai nevelésnek a baleset megelőzés, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kifejtette, a balesetek száma annak ellenére csökkent az elmúlt 12 évben, hogy a 2010-es 2,9 millióról 4 millióra nőtt az autók száma Magyarországon. Megjegyezte, ez fontos eredmény, de sokat kell tenni azért, hogy a balesetek száma tovább csökkenjen. Az államtitkár elmondta, az iskolai tananyagban szerepelnek a legfontosabb közlekedési lehetőségek, szabályok, viselkedési elvárások megismerése, így a saját felelősség felismerése. Szerepel benne a baleset megelőzés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak megismerése, valamint a kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése is. 2023-ban is támogatja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét Paksváros önkormányzata azzal, hogy csatlakozott a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A többszintű finanszírozású pályázatra az önkormányzat 4 millió forintot biztosít jövő évi költségvetésében. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. Az ösztöndíj rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Örülök, hogy ugye minden évben meg tudja tenni azt az önkormányzat, hogy csatlakozik ez a pályázati kiíráshoz, amelyhez az önkormányzat is természetesen hozzáteszi a maga forrásait, hogy a
tovább tanulni vágyó fiatalokat, főleg azokat, akik ugye anyagi nehézséggel küszködnek, vagy rászorultak, őket tudjuk ebben támogatni. A sikeresen pályázókat havi rendszerességgel támogatják. A többszintű finanszírozású ösztöndíjpályázatnak két típusát hirdették meg, a felsőoktatásban résztvevők számára, valamint az érettségi előtt álló, illetve érettségizett fiatalok számára. Szeretném kérni a fiatalokat, hogy pályázzanak is természetesen. Én azt gondolom, hogy az eddigi években is minden pályázatot pozitívan bírált el a megfelelő szakbizottság. Az önkormányzat 4 millió forint keretösszeget biztosít a 2023-as felsőoktatási szociális ösztöndíjpályázatra, amelyet október 3-áig kell kiírnia. A pályázatok beérkezésének határideje november 3, azokat a Humánpolitikai Bizottság december 5-éig bírálja majd el. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. Azt írták, a 36. héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnál a szennyvízben mért koronavírus örökítő anyag országos átlagkoncentrációja. A mintavételi helyek többsége stagnáló tendenciát mutat. Emelkedés Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán és Zalaegerszegen figyelhető, megírták. Hozzátéve, csökkenő tendencia sehol sem tapasztalható. Az NNK tudatta azt is, a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 20 mintavételi hely esetében az emelkedett kategóriába esik. A tavalyi Európa-bajnokságon elért eredményére az egyik legbüszkébb, Noé Attila, aki hivatásos rendőrként végzett munkája mellett szerepel futóversenyeken is. Idén részt vett az országos rendőr-terepfutó bajnokságon, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség által rendezett szenior országos bajnokságon, ahol 1500 méteren második helyet ért el. Éppen a bemelegítést végzi Noé Attila, aki a rendőri hivatása mellett a futás megszállottja is. A dániai Európa-bajnokságtól kezdve, az országos versenyeken át egészen a rendőrség által szervezett megmérettetésig kiemelkedő eredményeket ért el. Legutóbb a Magyar Atlétikai Szövetség által rendezett szenior országos bajnokság 1500 méteres síkfutásában, korosztályában ezüstérmet szerzett. Gyerekkorában atletizált, innen jött a sport iránti szeretete. Később a futás a hobbiává vált, majd az egészség megőrzés szempontjából is fontos szerepet töltött be életében. Sikerült kvalifikálnom magam a rendőrterepfutó Európa-bajnokságra, Dániába részt vehettem ezen az eseményen. Ott a tisztes helytállás volt a célom, ez sikerült is, azt gondolom. Ezután idén tavasszal az országos rendőrterepfutó bajnokságon sikerült elindulni, a korcsoportomat sikerült megnyerni, az egy nagy siker volt számomra, illetve itt az őszi versenyeken sikerült elindulnom a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett szenior országos bajnokságon, ott korosztályomban második lettem 1500 méteren. A domborzati viszonyok és a helyi adottságok sokat számítanak egy futónál. A síkterepes atlétikai pályához szokott versenyzőknek teljesen más izomzat szükséges, mint egy terepfutónak, aki bizony nagyobb emelkedőket is kénytelen megmászni. Ezért minden futónak megvan a maga kedvence. Hát ha választanom kéne, most egy kicsit megint a pályaversenyek fele tendálnak. Ugye említettem, hogy gyerekkorom óta én atlétizáltam, és akkor ebben nőttem bele igazából a pálya közelsége. Szeretem a rekordtánnak a szagát, ahogy az atléták mondják, de nagyon szívesen akár országúton is nagyon sokan találkozhatnak velem így az út mellett futva. Most a pálya mellett voksolnék. Attila évek óta egyedi edzéstervel dolgozik. Legközelebb pedig egy maratoni távot fog lefutni párban. Regionális híreink következnek. Nem támogatták a szociális rezsijavaslatot, ülésezett a pécsi közgyűlés. Októbertől pályázhatnak a civil szervezetek Baranyából is, 11 milliárdot fizetnek ki állami forrásból jövőre. A kimono viselése és a japán zene, a távol-keleti országgal ismerkedtek Somogyváron.
Nem sikerült meggyőzni a baloldali városi képviselőket, hogy támogassák a pécsi Fidesz frakció szociális rezsijavaslatát. Ez is kiderült a keddi közgyűlés ülésén. A javaslat szerint 100 millió forintot kellett volna biztosítani a 60 milliárdos költségvetésből arra, hogy a legrászorultabbak kapjanak segítséget a pécsi önkormányzattól. Helyette azonban olyan beruházás előkészítését támogatták például, melynek megvalósításához nincs pénz a kasszában. Nem került be a keddi közgyűlés napirendjei közé a pécsi Fidesz frakció javaslata, ami a legrászorultabbaknak nyújtana rezsifizetési támogatást, illetve a kisvállalkozókat segíteni kedvezményes bérleti díjakkal. A polgári oldal képviselője szerint erre lenne fedezet a város költségvetésében. Bőven látjuk, hogy a jelen költségvetésben is megvan a fedezet, olyan előterjesztések is mai nap tárgyalásra kerülnek, ahol ilyen nagyságrendű összegek simán elköltésre kerülnek egy tanulmányra, ahol még a pályázat fedezete sincs meg az épületre, de ezt még csak napirendre sem voltak hajlandók venni a városvezető képviselők. Tehát azt sem engedték meg, hogy most legalább az alpolgármester úrnak, Ruzsa alpolgármester úrnak is volt egy úgynevezett okos parkolás rendszerre vonatkozó közvetlen Brüsszelbe benyújtandó pályázat, ezt mi természetesen támogattuk. Ellenben a rezsijavaslatot nem támogatta a baloldal, ezért az nem került a képviselők elé, mondja a képviselő. Mint beszámoltunk róla, a Lánc utcai önkormányzati lakótömb áttervezésére viszont 95 millió forintot fizet a pécsi önkormányzat. Az átépítéshez azonban nem biztosította a finanszírozási háttér, erre utalta a politikus nyilatkozatában. Mire és mennyire pályázhatnak a civil szervezetek 2023-ra? Erről tartottak tájékoztatót Pécsett. Az országjáró eseménysorozat Baranyai állomásán elhangzott, hamarosan benyújthatják igényeiket a Nemzeti Együttműködési Alappénzeire a szervezetek. A kifizetés már 2023 elején elindulhat. A támogatások érintik a működést, így akár a megemelkedett rezsidíjak fizetését is rendezhetik ebből az egyesületek, alapítványok, szövetségek. Október 3-án kiírják a Nemzeti Együttműködési Alappályázatait. Ebből támogatja a kormányzat a civil szervezeteket 2023-ban. Erről tartottak tájékoztatót Pécsen kedd délután. A szervezetek több mindenre használhatják fel az elnyert pénzforrásokat, derült ki a helyettes államtitkár szavaiból. Van az úgynevezett összevont pályázat, ami működési és szakmai tartalomra tölthető ki. Lehet ugye teljességgel működés, és lehet vegyesen szakmai és működési pályázat. Itt egyébként gyakran felmerül a kérdés, országosan ezt látjuk, itt is elmondom, hogy lehet egyébként működési kereten belül energiaköltségek elszámolására is pályázni. Összesen 11 milliárd forint jut így a civil szervezeteknek, ami több, mint a 2022-es keret. Azt szeretnék, hogy minél hamarabb nyújtsák be a szükséges dokumentációt a szervezetek, így jövő év elején már kezdődhetnek a kifizetések. Baranya megyében sok területen aktívak a civilek, mondja megyei önkormányzat elnöke. A társadalom és a civil szervezetek tulajdonképpen együtt élnek, a kis közösségeket együtt szervezik. Éppen ezért itt Baranyában a hagyományőrzéstől kezdve a kultúra, a nemzeti identitás megőrzésén át, a nemzetiségi hagyományok ápolásán túl a fenntarthatósággal, az energiahatékonysággal foglalkozó civil szervezeteken keresztül a szociális és karitatív civil szervezetekig bezárólag, beleértve a sportszervezeteket is, egy igen széles hálózat az, amelyet a civilek alkotnak itt Baranya megyében. Baranya megyében a civil szervezetek közel 800 millió forint támogatást nyertek el idén. Ez a pénz a Nemzeti Együttműködési Alapból, a falusi és a városi civil alapból érkezett hozzájuk. Számos műfajból kínált válogatást a 16. pécsi nemzetközi tánc találkozó idén is. A tánc ünnep 5 napja alatt 8 kiváló társulattal találkozhatott a közönség. A hazai táncvilág két nemzetközileg is elismert alkotójának koreográfiáival indult a 16. pécsi nemzetközi tánc találkozó. Bozsik Ivett és Frenák Pál társulata lépett színpadra a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínházában.
A Bozsik Ivett társulat legújabb Bohóc Kerestetik című produkcióját hozta el Pécsre. A darabban humor és dráma vegyül cirkuszi elemekkel. A társulat felnőtteknek szóló darabja a Nemzeti Táncszínház felkérésére a világhírű román-francia író Matej Visznyi Szkotek drámája nyomán készült. A bohócokra nagyon nagy szükség van szerintem a mai világunkban, pláne ahol azért nagyon sok mindenről nem lehet beszélni. És ez a darab, ez egy nagyon jó történet arra, hogy egyrészt az én saját vízióimat is beletegyem a mai világról, akár az utopisztikus világ, ami tulajdonképpen mindenhol most már kezd beköszönteni, tehát arra is vannak utalások. A Pécsi Balett az Orbát mutatta be, mely az életigenlés táncjátéka. Teodora Kis zenéje, az alkotó kreativitása és a Pécsi Balett kiváló táncművészei együtt idézték meg a mítikus görög hős szellemiségét. A Pécsi Balett 22 évvel ezelőtt koreografálta meg utoljára az Orbát, akkor Herzog István, az akkori balettigazgató koreografálta meg. Most én úgy éreztem, hogy ezt el kell engednem az Orbát, és két kollégámat, nagyon jó kollégámat, Juhász Zsoltot, aki a Duna Művészet Együttesnek a művészeti vezetője, és Zahár Lóránd, aki gyakorlatilag szabadúszó, ők ketten koreografálták. Én gyakorlatilag ilyen háttéremberként segítettem a darabot. Budapesten nagyon nagy siker volt, és nagy reményeim szerint a pécsi közönség nagyon fogja szeretni. Az idei pécsi nemzetközi tánctalálkozón a szakma elitje lépett fel. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Bozsik Ivett Társulat, Frenák Társulat, Budapest Táncszínház, Varia Dance Bartók Táncszínház, a Győri és a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Pécsi Balett Társulata. Minden délutánra terveztünk a színház előtt Pécs összes táncegyüttesének fellépési lehetőséget adni terveztük, a mai nap elúszott az esővel, és délelőtt pedig különböző szakmai beszélgetéseket tartunk, úgyhogy egész napos programunk. Kedden este gálával zár a 16. pécsi nemzetközi tánctalálkozó. A kimono viselését és a japán zenét is megismerhették az érdeklődők Somogyváron. A távol-keleti ország gasztronómiája és kultúrája is bemutatkozott a településen. Az előadások mellett kóstolókkal is várták a helyieket. Így szólt a japán bambusz fuvola Somogyváron, ahol a helyiek a különleges japán teákat is megkóstolhatták. Nagyon szeretem a teát, angol, tehát a fekete teát, a zöld teát, mindegyiket nagyon szeretem. Lehet, hogy ez is most már úgy kedvencemé fog válni, mert nagyon finom. Össze van hajtva, meg van kötözve, nincsenek rajta se gombok, se cipszárok, se patentok. Ez sima kötözővel van felkötve. A kimono ma is gyakran viselt ruha Japánban. A színeknek és a virágoknak is jelentősége van, mesélte Holló Viktória, akinek egy japán rajzfilm sorozat adta az ötletet, hogy megtanuljon japánul és megismerje a távoli ország kultúráját. Ezért egy teljesen más világ, más építészettel, más járművekkel, baloldali közlekedéssel, tehát nagyon sok minden volt az, ami nagyon szokatlan volt, de nagyon szerettem. Takaku Keiro 1993-ban tanulni érkezett a Budapesti Zeneakadémiára. Azóta hazánkban él és népszerűsíti a japán kultúrát, ezen belül is a zenét. Somogyvárra a szakuhacsit, vagyis a bambusz fuvoláját is elhozta. Néhány évig tanultam, és aztán tervem volt, hogy hazamegyek, de úgy gondoltam, még picit akartam itt maradni Magyarországon, és ahhoz bármi munka kell, hogy pont akkor beszéltem egy idegenbetűvel, akkor mondta, hogy most éppen keresi egy utazásiroda Japánt. És jelentkeztem, akkor felvett, és bírettelen ott kb. 20 évig dolgoztam. Hazai japán szakértők mellett Magyarországon élő japánok hozták közelebb a távol-keleti ország kultúráját a somogyváriakhoz. Én nem is gondoltam, amikor hozzákezdtem ennek a napnak a szervezéséhez, hogy például a Somogyvárnak is nagyon sok szállal van kötődése Japánhoz. Például egy japán professzor kutatott itt, falukutatást végzett, itt lakott többször is, és végezte a mezőgazdaságban is, meg a falu életét is feltérképezte. Aztán több
többen dolgoztak kint Japánban, és akkor most például van egy hölgy, aki szintén somogyvári származású, ő az ELTE-n tanít japán nyelvet és japán kultúrát, tolmács. A japán kultúra megismeréséből nem hiányozhatott a kalligráfia sem. Az érdeklődők nevét japán írással is megörökítették a somogyvári programon. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Még nem kérték a központi fűtést, hiába a hűvös időjárás, kivárnak az emberek. Sokszorosára nőtt az önkormányzatok költsége, van, ahol intézményeket zárnak be. Ösztöndíjpályázat idén is támogatja a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét Paks. Kilométereket fut, a dániai Európa-bajnokságot is megjárta a Tolna megyei rendőr. Csütörtökön is folytatódik a változóan napos felhős, évszakos átlagnál hűvösebb időjárás. Délelőtt országszerte kisüt a nap, majd a délutáni időszakban már erősebb felhősödések melletti változó napsütés lesz a jellemzőbb. Elsősorban a Dunától keletre eső térségben elszórtan záporok is kialakulhatnak. Éjszaka kitisztul az égbolt, nyugodt, szélcsendes, csillagfényes és kifejezetten hideg idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!